A karcagi Arany János általános iskolában is javában készülnek az első fél év zárására, és tervezik a programjaikat is. Tudtuk meg Szentesiné Nánási Tünde igazgatótól. December végén a szülőket tájékoztatták a gyermekeik jegyeiről, elkészítették a felmérő feladatokat, és most még 3 hétig gyakorolnak az órákon, hogy minél jobbak legyenek a jegyek. A feladatokat már előkészítettük december utolsó pár napjában, hiszen 21-22-én felkészültünk arra, hogy a fél év zárása hamarosan itt van. Elkészítettük az ilyenkor szokásos módon a felkészítő feladatsorokat, elkezdtünk ismételni, gyakorolni a gyerekekkel. A nyolcadikosoknak folyamatosan gyűjtötték az anyagokat, a középiskoláktól kapott anyagokat is átadták a végzősöknek. Az első fél év szeptember első napjától igyekszünk segíteni a nyolcadikosokat abban, hogy kellőképpen megfontoltan tudják megválasztani a továbbtanulás kapcsán a következő lépcsőfokot. Azt gondolom, hogy egyrészt szakmai anyagokat folyamatosan gyűjtöttük az elmúlt fél évben is a nyolcadikosok számára, illetve a középiskolák is megkerestek bennünket, és megkaptuk azokat az anyagokat, amelyekkel akár digitális formában, akár papíralapon tájékozódni tudtak megfelelőképpen arról, hogy milyen lehetőségek vannak a nyolcadikosok részére. Pályaorientációs napunk sajnos a COVID miatt meghiúsult, de készítettünk olyan belső anyagot a gyerekeknek, amelyet otthon egy egyhetes digitális leállás alkalmával át tudtak tekinteni, meg tudtak nézni, és ezekről a visszaállás után az osztályfőnökök további információkat adtak. Ezen kívül, hogy mennyire segítjük a nyolcadikosok fél évi meg évvégi hajráját, annyit tudok elmondani, hogy kis csoportos, illetve olyan alkalmakat teremtünk a gyerekeknek, ahol a szaktanárral, az osztályfőnökkel a továbbtanulás miatt összeülhetnek a gyerekek. Ezek általában tanórán kívüli tevékenységek formájában valósul meg, valamint az ösztöndíj programba is sikeresen pályáztunk, az útra való ösztöndíj programba, és jelenleg 4 mentor segítségével folyik a gyerekek felkészítése a továbbtanulásra. Az eladó, a szakács, a titkárnő, az asztalos, a heggesztő szakma érdekli a diákokat. Gyermekeink elsősorban a karcagi középiskolákban keresik a lehetőséget, és a karcagi középiskolák által kínált, általuk legjobban szeretett szakmák, azok továbbra is azok a szakmák, amelyek eddig is a legnépszerűbbek voltak, eladó, többen jelentkeztek szakácsnak, vagy fognak jelentkezni szakácsnak, titkárnő, asztalos, heggesztő szakmák érdeklik őket. Decemberben zárul egy karácsonyi lapkészítő pályázat gyerekeknek és felnőtteknek. Több mint 130 pályamű érkezett, aminek az értékelése megtörtént, sőt, több külön díjat is kiadtak még karácsony előtt. Ez a pályázat már lezárult, december 8-án zártuk le, addig érkezhettek be a pályaművek, mégpedig októberben hirdettük meg a karácsonyi képeslap készítő pályázatunkat városi szinten, és nem csak a gyerekek pályázhattak, hanem érdeklődő felnőttek, pedagógusok is nyújthattak be pályaműveket. Ezeket online kértük be, és kértünk még hozzá mindenféle adatvédelem szempontjából fontos nyilatkozatokat, mert a jövőben az iskola Facebookján meg fog jelenni egy képes összeállítás ezekből a pályaművekből. Több mint 130 pályamű érkezett be, ami bennünket is meglepett ennek a nagy száma. Nagyon nagy érdeklődésre tartott ez számon, és nagyon hosszú időbe telt, tehát 1-2 hét volt, mire minden pályázatot kellőképpen áttekintettünk, és a kategóriákon is kellett bővítenünk, mert annyira nagy számú volt, és annyi sok jó pályamű érkezett be, hogy osztottuk az első, második, harmadik, negyedik,
5.-8. évfolyamot, illetve a felnőtt kategóriát. Lettek külön díjasaink, őket december utolsó tanítási hetének napjaiban értesítettük ki a helyezésekről. Nagyon úgy gondolom, hogy kellőképpen oda tettük magunkat, és az ajándékok, oklevelek mellett egy kis karácsonyi meglepetést is csempésztünk az ajándékcsomagokba. A karcagi tankerülettől tanulmányi munkájáért a 4. Farkas Tiffany kapott egy laptopot karácsonyra. Szerencsére a mi iskolánkban is vannak kellően motivált, jó képességű gyerekek, így aztán ebben az évben is tudtunk egy gyermeket ezzel jutalmazni. A mostani 4. osztályunkból egy kislány kapta a laptopot. Farkas Tiffany. Nagyon büszkék vagyunk rá, lelkes, szorgalmas, jövőképe van, kellően motivált a családi háttere is. Kellő példát mutat arra, hogy egy ilyenkorú gyermek hogyan tanul és viselkedik egy általános iskolában, úgyhogy nagyon örült az ajándéknak, ezt át is vették karácsony előtt. Az idei nagy rendezvényeiket már megtervezték, a járványügyi helyzet függvénye, hogy mi tud megvalósulni majd belőle. Tavaly a járvány első hulláma miatt félbe szakadt, tehát a hét közepén szakadt félbe az aranyos napok megrendezése. Néhány dolog el is maradt az életünkből akkor. Most még tényleg valóban korai arról beszélni, hogy mi tud majd megvalósulni. Reményeink szerint mi ugyanúgy készülünk arra a jó megoldásra, hogy addigra az országban a vírus hátrább szorul, és végre előtérbe kerülhetnek a közösségi rendezvények, mert ez nagyon hiányzik az iskola életéből, és a szokásos, hagyományos rendezvényeinket beterveztük. Úgyhogy remélem meg is tudjuk majd valósítani.